Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. A férfiaknál ez a hölgy utal a lelki társnőre. Itt lesznek változások, erre utalnak a gólyák. Lesznek új kapcsolatok? Vagy milyen változások lehetnek? Lehet, hogy változik a fellépésed, a külsőd, vagy lesznek új kapcsolatok nálad. Itt szerencse lesz, hiszen ez a kislány a kezében tartja a 4 levelű lóherét, ami szerencsét hoz. Tehát szerencsés kapcsolatok vagy szerződések várnak rád. Itt a horgony utal egy biztos párkapcsolatra, de a munkára is. Itt mindkettőről szó van. Változik valami a szerelmi élet területén, és lehet egy munkahelyi változás is, ami szerencsét hoz. Itt a torony utalhat hivatalos dolgokra, bírósági ügyre. Itt lesz egy fontos hír, beszélgetések. A torony jelentheti azt is, hogy vagy te, vagy ő fogva érzi magát, de kiléptek ebből a helyzetből. Itt lesz a szerencse, itt lesz a változások, fontos beszélgetések, sőt, itt van egy levél, tehát jön egy hír is, valami írásban. Ez lehet egy szerződés is. A madarak jelentik a személyes beszélgetéseket, vagy egy telefonhívást, a levél pedig egy levelet. És mivel itt megjelenik a fájdalom, ő beszámol arról, hogy mi fájt neki a múltban, beszámol az érzéseiről, de mivel itt a fájdalmakról is szó van, és a torony jelentett egy kórházat is, ez lehet betegség, de a nap jelenti itt, akkor a megújulásokat jelenti azt is, hogy meg lesz itt az életerő, de azért vigyázni kell, hiszen a ravasz róka azt jelenti, van hamisság a háttérben, valaki megbánt téged, vagy van ilyen szándéka, vagy valaki megbántotta őt, de mivel a nap jelenti a valóságot, ez kiderül. Itt pénzügyi dolgokról lehet szó, hiszen a halak jelentik az anyagiakat. De lesz egy jó kimenetel, erre utal ez a virágcsokor. Itt a képen te vagy látható szimbolikusan, ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz most a középpontban. A férfiaknál ez a hölgy jelenti a lelki társnőt. Itt van a szépség, a nőiesség és a változások. Változik valami a fellépéseden vagy a külsődön. A gyűrű jelent kapcsolatokat vagy szerződéseket, új kapcsolatok, változások. A kislány átnyújtja a 4 levelű lóherét, tehát szerencséd lesz, ami a külsődet illeti, ami a változásokat illeti, ami a kapcsolatokat vagy szerződéseket illeti. De óvatosnak kell lenni, hiszen megjelenik a ravasz róka, az azt jelenti, valaki figyelget téged vagy őt, meg akar bántani, itt anyagiakról vagy a munkáról, a munkahelyről van szó. Az is lehet, hogy valaki megpróbálja őt anyagilag kihasználni. És ez a helyzet kicsit fogva tart benneteket, itt vannak fájdalmak is. De hamarosan kiderül az igazság, meg lesz ez a magabiztos fellépés, rendezitek a dolgokat, a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, itt lesznek fontos beszélgetések, és egy jó hír, vagy
egy előnyös szerződés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.